De vágod, hogy szívja. Nem? Szívod, nem? Nem megy a fújod! Üdvözlöm kedves nézőinket, ez a nagy házfelújítások következő része. Mai részben megnézzük, két dolgot nézünk meg. Két dolgot derítünk ki. Az egyik, hogy Mamszi erkélye milyen lett, és a másik, hogy Mamszi miért ideges, mert nem szóltunk neki, hogy jövünk. Nem szereti a meglepetéseket. Olyan, na. Most addig b***ta a legyet, hogy elfelejtettem azt, amit kellett. Na mindegy. Megvettem egy ilyet, nézd már, mit találtam. Hello, mama! Na mit vettél, na mondjál! Már hiányoztál a nézőknek. Mit vettél? A zaragázó rohát egyek egy ilyen. Vagány, azt az nem meleg most, hogy meg tudod fogni? Hát ez nem meleg. Iron Man! Igen, csak van az a kicsi csupor, amivel melegítem a vizet, az mindig beleesik, mindig beleesik. Van szűrőd is! Milyen változások lettek a betét? És legfontosabb, milyen változások? Összefirkálják maga ablakjákat, amit belakják. De ott van. Ja, így látjátok. Katalin! Pedig ő Eszter. Na mindegy. Mindegy. Elírták a nevet is. Vagy lopott az ablak. Rá lett írva, de ezért volt féláros. Amúgy nem is volt féláras, akkor jól átverték. Letisztult a berkélet. Na itt volt két üveg. Igen. És... egyiket kitörtük. Az egyik ki volt törve. Nem, azt még én törtem ki, szerintem egyszer be akartam csukni, és nem, nem csuktam nem, be végül. Nem, és akkor... Nem, az volt. Ja, nem, itt volt kettő. És innen nézem az előbb, hogy ember, ki lett cserélve, de nem, csak ki lett véve. Úgyhogy egy is elég bőven. Na, figyeljük, itt kapott csempét. Csempe. És ez neki nagyon tetszik. Nyisd ki a másik ablakot, és akkor így beszélgessünk. Oké. Na van itt ilyen kis ládikó, nézzük mi van benne. Ez szerintem valami 10 éves borsó. Csicseri borsó. Ez mi a szar? Mindegy, hagyjuk inkább. Hagyjuk ott. Jó az. Ez eddig kinyílik. Addig? Mindjárt letöröd, azt meg leszel verve. És mellesleg, engem nem ver át, tudom, hogy ez is fekete volt. Igen. És ez is le lett festve, úgyhogy minden nagyon fehér lett. Ebben mi van? Ezzel még én játszott. Ezeket még én ragaszt. Vágjátok, ilyeneket gyűjtöttem régen. És... Most mama hagymát gyűjt benne. Igen, ebbe is. Ebben meg homokot. És ez azóta benne van a homok. Ez nagyjából 10 éves homok benne. Szóval lassan aranyat ér. Na, úgyhogy... Ennyi a ház felújt. Ez itt a homokozó első adása volt. Hallgattam még ilyen adást. Homokozó. Meg loptak egy ilyet valamelyik padról szerintem. Hát igen. Valami üszök nehéz. Ember, ez figyelj már! Na. Mi? Hallod, nézd már, hogy van... Ember, nézd már, hogy van megjátszva. Mi kemény amúgy? Találó. Kemény. És ez itt így megáll? Milyen találó amúgy? Meg ilyen numizmatikai értékű perzsaszőnyeg is van itt, kérem szépen. Hogy véletlen se fázzon fel a kedves vendég, ha erre látogat. Lehet ez rohadt büdös lesz. Igen. Hát, fú, ez tényleg rohadt büdös. Igen, mert az még most. Fú, mindjárt behányok, mama. Miért nem szólt? Szeptember, hát. Fú, és akkor kell ilyen rohadt büdös legyen? Igen, majd lefő lesz a feldolgok, annyira nem érzi. De mit csináljak, kicsim? Nincs mit csináljak, hova tegyek be? Nincs. Nincs mit csinálnod? Nincs. Káposzta kellett nektek, valahol kell tartani. Nekem ugyan nem kellett. Nekem nem. Na akkor gyere a szagoljat. És majd te itt, is veszed. Ide hoztam. C-vitamin, kedves na, fiam. Várj. És meg kell tanuljad, hogy a C-vitaminra szüksége van a szervezetben. Ülj le. Az orvos azért most rendelek. A káposztának a levit is így jön. Na, és hova mondja? Enni kell. Most itt kell ülned és szagolnod akkor, ha te kérted. Ezt azért tettem ide ezt a széket. Mondjuk már itt volt, nem én tettem, ne higgy nekem. Vagány lett! Kell vegyek ilyen sineket oda, hogy hát tegyek függönyt. Majd a srácok megírják, hogy jó lett-e vagy nem. Hát de most... Instagramon, Team Sokolom oldalon tudtok írni. Valamit kell tegyek rá az ablakra, aztán. Mármint mire most gondolsz? Akkor... Káposztát azért érled le? Ez jó volt. Felaggatom. Felaggatom. Mit tesz az ablakra? Fóliázzuk le? Nem. Mit akar? Milyen függöny teszel rá? Hogy fog nem ki? Nem fogol nekem itt besötíteni, minek fóliáznád? Hát nem fóliázom feketére, legalább nem süt be a nap. Hagyjál,
Olyan, mint a pulcsida, vagy a pulcsidat szétvágjuk, azt rátesszük, ráragasszuk. Hát, nekem ez se tetszett ez a fejánc, csak ha megvettem most... Ez a szar? Hát akkor verjük szét a fejét. Nem is olyan van, de... Hát azt akkor mi van, nem tudott volna venni de, ebből egy... De, azt mondta, világosat vegyem. Na, és? Hát gondolom ez volt a legolcsóbb, hát ilyet vett, most mit csináljak, ha megvettem? Nagyon jó munkaerő, kérem szépen, gratulálok. A legolcsóbb, a legjobb. Ez jó, ezt tudom elképzelni, kint szabad teraszon. Hát igen. Ott nagyon jó. Hát jó, én azt hittem, hogy te akarsz ilyet, hogy de tetszik. Hogy akarok, nem is szeretem. Az mi ott, mama, az miért van oda idő? Úgy néz ki, mintha a kutya lepisélte volna, ott ahol lenne olyan fotókart. Kutya bizi. Hát nincs kutya olyan... Olyan... Kutya lepisi. Pedig az... nincs is kutyád. Nem nincs. Ott miért van az a fejlő? Mama, azt te csináltad? Te képzeld el! Vágod, kielemeztük az elém. Ruhad ki. Én gondolkodtam, amíg kinyitom az ablakot, ott így leengedem, hogy a úgyis elviszik. Te eszembe jutott, mert nem volt ide, mint te mindig behajlik az ajtó. Aztán hát ezt a vasat egyszer ide tettem, azt eszembe jutott nekem, aztán hoppá, várjál, hát ráteszem arra a szarra, az megáll rajta. Azt nem gurul el, de nem. Nagyon találó, és hát, láttam, hogy még le is csurgattad fehér festékkel. Hát de megfogta a festék, úgy ragadt rá. Hát. Rohadt kérem. Hát olyan nehéz, hogy félkézzel nem bírom. Amúgy tényleg rohadt nehéz, itt nézegettük az ember, hogy ember, mekkora sül van. Na. Ez biztos nem nyomja be az ajtó. Meg tudod, mit néztünk, hogy ember, milyen szépen megtakarítottad, meg hogy kicseréltétek nekem az ablakot. Nem cseréltük. Hát igen, azt láttam, hogy csak kiszedtétek a törőt. Tök jó. Találó. Ebből mi van a külső, ebből ki van a belső. Hát figyelj, megszwitcheltétek. Hát belső, külső. Na, hát mama tartja a trend. Na, de srácok, ami a lényeg, 24 óra. Még a csillát kell kicseréljem, meg oda teszek olyan függönysin, akkor jó lesz. Az erkélyt láttátok, nagyon jó lett, és akkor most jön a második rész, megyünk kapálni. Segítünk mamának, mert a nagyik kapálnak. Nagyi, kapálsz? Belekapálom, a lakad meg a kutyát, kikapálom. Rúgkapálom. Rúgkapál. Talaj ellenőrzést végzel? Ja, meg itt. Bemelegítesz? Itt kong. Nem kong. Aha, a fejedet megnézzük? Nem, igen. Vettünk földet, amit lehet kapálni. Meg még vettünk belőle még hármat, hogy biztos lehessen kapálni. Na, meg vagyunk. Ha a mami vásárolni akar, akkor mi is vásárolni akarunk. Mit veszünk, mamsi? Friss levegőt. Majd a mama bevásárol. Nézzétek, mit vett a mama. Ungar. És most? Ungar. Most mama, mit csinálunk? Hát leülünk. Megyünk, zabáltok. Hát akkor most megyünk, leülünk mi is. Mert azt kell csinálnunk, amit te csinálsz. Zabálni, meg piálni. Ennyi, megmondta a tutit. Pihenni. Meg nasi. Egy kis nasi. Vagyizunk. Na, jó van, látom. Akkor nasizunk egy kicsit, az is fontos. 11 minutes later. Ülünk a padon, napozunk, fagyit eszünk. Annyira olvad, hogy minden befolyik. Tényleg csorog össze-vissza. Nem megereszkedett már, ha gondolatod. Jössz, elkészítjük a vacsorát? Nem, majd én elkészítem otthon. Hát, nem. Pizzát készítek. Ja, hát de nem ez lesz együtt a közös vacsink? Nem. Ja. Na, eddig a mi endivalónk készül, az kérlek szépen egy óra, annyit kell rá várni. A fél csapatnak itt készül az ennivalója. Úgyhogy most figyelek rá. Vártalak, vigyáztam a levesedre addig. Figyelj, ha kapol egy ekkora pulyka combot, ez biztos elég lesz. Ja. Na. Lehet vissza is mondom a pizzát, inkább megesszük ezt. Ez fagyos? Jaj, így fagyos van. Hát ilyen télies. Úgyis jön a hideg. A lábba, az megsül. Hát jön a hideg, rá kell készülni úgyis. Na, most látod. Igen. Ember, de mekkora? Nagyon, mint a fejed. Na, képzeld el. És az, amit szeretném most csinálni? Most mit szeretnék? Ja. Viszont teszem, az másik nagyobbat veszek.
És ez mi amúgy? Az hal. Ah, tényleg valami olyasmire akartam tippelni. Poénból, az tényleg az. Van itthon kakaó? Hogy engem ő leöntött kakaóval. Nem is tudom, mit akarsz még? Megvetted a bankból az összeset? Az is comb. Ember, és ennyi erős paprikát ki a szar eszik meg? Tessék. Te eszel ennyi erős paprikát? Hát, azt már ma vettem, mert... Akciós volt? Ne. Nekem sincs. Az itt te. Azt elhasználtam a hordóból, káposztáról, mert... Ja, azt nem volt itthon? Most tegyünk a levesbe? Egyet vegyek belőle, mit csináljak? Hát igazad van. Na hát. Vedd meg az összeset, ezt csináltad a hússal is. Az a biztos. A mi van, ha elfogy? Fel vagy készülve mindenre, például zombi apokalipszis lesz, és a boltok kiürülnek, akkor legalább neked van itthon hús. Azt ezzel a hallal mit szeretnénk csinálni? Ez az. Ez úgy a comb. Ez is comb. Mi az Isten? Azt se tudom, mi van itt. Pedig ez is comb. Pedig az is comb. Na, akkor most fejt, fejt. Jó, mert nincs. Jeged van? Kávé van? Hamburger van? Jó, nézed, még íze is van. Na? Mics? Mics? Ezt mikor vetted? Fejed pont belefér. Azt már ma vettem, mert az nekem kell, azt nem tudtam eddig kifogni. Akkor ez nagyon új. Igen, tudod még? Ti hamarabb láthatjátok, mint a szomszéd. Vizet melegíteni, ez van. Ez becsúszik mindig közé, de csak rá. Igen? Hát, nézd, hát teszem, akkor nem áll meg. Hát így jó kis csoszkó, na. Igen. És ezt ráteszed. Aha! Aha! A kávéhoz kell vizet melegíteni. Ja, menő, azt hiszem. Tudom én. Nem valami speciális italt csinál, igen. Most ezt valahogy majd szétveszem, de ezt, hogyha megenged. Segítsek? Megengedem. Na. Megenged, szétszeted. És akkor hónap, igen. Reggel, mire felkeltek, evel ez a felső comb, az az alsó comb. Igen. És beteszem a sütőbe, igen. És zacsiba. Jó. Mi ja, megyünk ja, a piacra, meg is sül. Tényleg, megyünk piacra is. És így teszed ezzel a zacsival be? Hogyne. Na, én is így gondoltam. Ilyen nájlondolvasztok, ha val akarod enni. De most az úgy nem buli, nem tudok segíteni. Most elvileg ez arról szólna ez a videó, hogy ugyanazt csinálom, mint te. Hát nem fogod pedig. Várjál! Ez vagy is. Hát nagymamának lenni nem egyszerű, megmondom őszintén. Ennyit ülni egy leves mellett, na, a nagyik életét pedig nézzétek meg, most kaptam háttérből. Itt most fel megnézhetitek, és majd lesz belőle part 2. És amíg fő a leves, mert még mindig fő, addig elmegyünk a pizzáért, mert annyi idő eltelt, hogy már a pizza is kész. Gyere! Hívta. Oké. Okay. Menjetek. Jaj, ja, nem te a kicsinek beszéltem, veled nem beszélek így. Egyet. Megyünk! Mozgunk egyet-kettőt. Hello Ferrari, éhes vagy? Ezzel jött a főnökfia. Biztos ezzel jött. Á, így nem adja vissza, de mama nagyon készül a Halloweenre. Nagyon narancssárga. Á, na most kicsit. Csak már már szívesen. Buonasera. La cinque corso destinazione. És mindegy házhoz szállítás, fogadjál azt egészségével. Igen, köszönöm. Ja, nem kell fizessek semmit. Fizettek már, akkor jó. Viszlát. Na, hogy áll a levesünk, mamsi? Érzed? Aha, nagyon érzem. Mi van a levessel? Aha, jó lesz. Jó, hát. Hát jó, oké. Okay. Az egység kell egy kicsit följön, az kész van. Ezt akartam mondani. Csontot már kiszedtem. Igen, mondani akartam, hogy kiszedtem a csontot. Ja, vagy hogy te kiszedted a csontot. Ja. Hoppá, az mi volt? Várjál, megfőtt a húzat. Há. Vagy megsült. Igen? Jajaj, ez itt lehet, hogy rohadt meleg lesz nekem. Megsült hurka, kolbász. És ezt ki fogja megenni? Hát, ha nem kell, már ma megesszük hónap. Ennyi. Jó. Csak már nem hoztunk két akkora pizzát. Másképpen megromlik most. Ja, igen? Igen. Jó, oké, okay, én hiszek neked. Jó lett? Kérsz egy pizzát hozzak? Le, nem. Nagyon finom. Megy, hát. De nagyon finom. Én meg már kiszakadok. Ettem. Mit ettél? Hát, csak csontot szopogattam még, eddig várjátok, hogy smurkát én megettem. Laktatok már jól csontszopogatással? Én még nem. De megittam ezt a szandriát, bemelegedett a fejem.
Hát nyisd ki, amúgy itt rohadt meleg van. Itt van az ablak. Hát de úgy, hogy kopra, hogy úgy hát de fordíts egyet. Akkor megver itt a fejem, leülök, hogy beleverem a fejemet, még szintverem itt. Így is hülye vagyok, még akkor még hülyébb leszek. Inkább hurkát eszel? Hurkát, hát nem is ettem olyan régen, de jó, finom a hurka. Finom? Na, hát akkor köszönjük szépen a hurkát. Finom a hurka. A hurka szponzorunknak. A műsorvesít kész, mindjárt leszűröm aztán. Later. De vágod, hogy szívja. Nem? Szívod, nem? Hát nem megy a fújod. De mennyire szar. Ez ilyen fordított muzsika. Tényleg valaki nagyon elrontotta. Fújhatom a tüdőmet ki, nem megy akkor. Szívjon? Az úgy jó? Egy síp sem megy benne. Az menő volt. Hát csak nem tudsz annyi levegőt beszívni. Nagyon változatos amúgy. Amúgy nagyon változatos. Na, kiülök az utcán, hogy még pénzt is kapok. Jaj, kaptál pénzt. Jaj, várjál, tegyük oda a sapkát. Tudod úgy, hogy szokták. Tedd bele a pénzt. Látod? Gyönyörű zene, nem? Aha, ezért jár pénz. Aha, tegyél még egy kicsit, nagyon ügyes volt. Aha. De már nem bírom, fáj a torkom, ne ideges. Later. Ha mamzi alszik, akkor nekünk is kell. Menjünk, aludjunk vele. Mondjuk, hogyha aludnod kell, akkor mi is alszunk. Ember, de meg így. Mondom, haladhatunk forkolni, akkor nem alszunk. Na jó, éjszakát. Six and a half hours later. Csak azért nem nézek ki annyira fáradtul, mert óra átállítás volt, és plusz egy órát aludtam. Amúgy nagyon fáradt vagyok, ma meg már nem tudom mióta fent van. Öt. Ez nem jött össze, de most legalább kávézunk, mint ahogy a nagyik szoktak korán reggel. Mondjuk ez nem kacsogós kávé, ez milyen vaníliás? Ez vaníliás cappuccino, kérem szépen, majdnem ugyanaz. Nem tudnék aludni még vagy 3 órát. Na, de mindjárt megyünk a piacra. Ez nagyon fontos. Jó korán van. Sokan vannak. Sokan. Nagyon sokan. Kösz, mama. Kösz. Jó, itt vágyat. Mit teszel, Pogit? Nagyon fini lehet. Tepergőd, Pogi. Ó, nézzük, az jó papucs lesz. Ó, kell a kutyának, nekem jobban akar. Jó, nézzétek, meg itt is így lajongó. Na hát, srácok, nagyjából egy lett volna 24 óra mamszival. Fergeteges 24 óránk volt. Végre megyek haza. Nagyon várom. Épp se lejteznek. Na, hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen iratkozzatok fel. Nem sokára 100 000-en vagyunk, szóval tiszta király. Reméljük, hogy jól szórakoztatok. 100 000 feliratkozónál nagyon... Jön egy heti kihívás, minden nap videó. Elvetem. És atom nagy szarság, de amúgy már megvan nagyjából a lista. Szóval legyünk meg gyorsan, és forgassuk le azokat a videókat. Ja. Na, jók lehetek? És akkor... Jövünk nem sokára. Ciao, tata, see ya!